Meghosszabbított téli szünidő után mehettek vissza az iskolákba a gyerekek több európai országban is, szigorúbb járványügyi intézkedések mellett. Spanyolországban pedig az újrafertőződések rohamosan növekvő száma miatt már létszámhiánnyal küzdenek az alapvető szolgáltatási szektorokban. Újra megnyitották a kapuikat az iskolák Spanyolországban a téli vakációt követően. Az az igazság, hogy nagyon nehéz otthonról dolgozni úgy, hogy a gyerekek is otthon vannak. Ugyan jogos a félelem és fontos az elővigyázatosság, de ugyanakkor az életnek mennie kell tovább, mondta ez az ápolónőként dolgozó anyuka. Portugáliában 1 millió diák ment vissza jelenléti oktatásba egy héttel a szokásos időpont után. A hatóságok azért halasztották el a szünidő végét, hogy ezzel lassítsák az omikron variáns terjedését. Az egészségügyi hatóságok arra számítanak, hogy a héten éri el a csúcspontját a járvány hulláma. 16 tartományból 8-ban újra megnyitottak az iskolák Németországban, miközben az elmúlt napon megháromszorozódott az újonnan azonosított koronavírus fertőzések száma az előző héten mért adatokhoz képest. Olaszországban szigorúbb szabályok mellett térhetett vissza a jelenléti oktatás. Ezek szerint, ha 2 pozitív esetet azonosítottak egy középiskolai osztályban, kizárólag beoltott diákok mehetnek be az iskolába. Ennél több esetén pedig az egész osztály online oktatásra tér át. Kicsit aggódom, mert szerintem nagy kockázat iskolába jönni, amikor naponta 200 000 új fertőzött van. A saját biztonságom érdekében inkább maradnék a távoktatásnál, mondta ez a 14 éves tanuló. Egy nappal korábban még több százan álltak sorban Nápolyban az oltásért. Hétfőtől ugyanis csak a beoltottak vagy a fertőzésen nemrég átesett lakosok használhatják a tömegközlekedési eszközöket, vagy mehetnek éttermekbe és szállodákba.